A mostani londoni olimpián a magyar olimpiai keretből több mint 100 egyetemista hallgatóként vett részt a játékokon. Hogyan lehet összeegyeztetni egyetemistaként az élsporttal az időt? Hát egy sportága változtatja, tehát egyik sportágban, ahol 8-10 óra edzés van, ott nem nagyon lehet összeegyeztetni, illetve hát különböző esti egyetemeken, vagy akár halasztott egyetemeken, nagyon sokan választották azt, hogy egy évet halasztottak. Egy biztos, hogy meg lehet ezt oldani. Az olimpiai évében én tudom, hogy sokan nem jártak egyetemre, de ami a legfontosabb, és a legszebb része volt az, hogy ezen az olimpián az olimpiai bajnokok és helyezettek mind iskola végzett, komoly iskola végzett emberek, mindegyik mikrofon képes ember, és mindenki olyan példaképpen tudott beszélni, és ez valószínűleg a képzésnek az oka, és nagyon büszkék vagyunk a mostani bajnokainkra, emiatt is. Egy sportolónak szerintem azért fontos, hogy egyetemet vagy főiskolát végezzen, mert az az ember, aki eljutott a csúcsra, vagy a csúcs közelébe, annak is el kell, az élet céljai között kell szerepelni egy olyan célnak is, amelyik egy magasabb ívű pályát szeretne követni. Ilyen bármelyik, akár a sporton belül is főiskolát végez, vagy akár kémia, orvosi, jogi, közgazdasági, vagy bármilyen végzettséget, ez a sportolói része. Az egyetemeknek ott nagyon érdekes ezt Magyarországon megmagyarázni, hogy ez miért van. Ugye az Amerikai Egyesült Államokban teljesen az egész felnőtt egyetemi élet, a sportélet az egyetemre épül. Tehát egyetemek, olyan klubok vannak, egymással úgy versenyeznek, hogy ha megszereznek egy nagy nevet, egy nagy sportolót, akkor az ő egyetemük több támogatást is kap, és sokkal híresebb lesz, több hallgató fog oda érkezni. Tehát teljes mértékben összefügg. Szerintem Magyarországon is van egy picit ilyen, hogy az az egyetem vagy főiskola, amelyeknek olimpiai bajnok tanítványai vannak, az egy kicsit megemelkedik a nívójában, értékesebbé válik, és lehet, hogy oda is többen jelentkeznek, tehát mind a ketten jól járnak. 5 éve felfüggesztettem a praxisomat, és a sporttal foglalkozom. Valóban állatorvos vagyok, és én, amikor befejeztem a sportpályafutásomat, abban a pillanatban elkezdtem az állatorvosi egyetemet. Nagyon hosszú ideig nem foglalkoztam a sporttal, és hát így öreg koromra még szeretnék egy utolsót futni. És hát az első nagy vágyamat azt megvalósítottam, azt, hogy én, mint kétszeres olimpiai bajnok, egy olyan sportágban elnökként, ismét olimpiai bajnok versenyzőnk van, ez egy olyan magánvágyam volt, ami teljesült, hogy nagyon nagy boldogságért. Hát jelenleg még a nagyon kezdeti szakaszban vagyunk, ezért még csak másfél órában próbálkozok a vízhez szokatással. Amúgy napi 4 órát töltök a vízben, és 1 órát a szárazföldön, tehát reggel 2, délután 2 óra. A mester Sántics Béla is veled jött Debrecenbe, mennyire lehet kegyetlennek mondani az ő módszereit, vagy baráti? Hát most 4 szem közt azt mondom, hogy baráti, amúgy nagyon kegyetlen. Bevasalja rajtam azt, ami kell, de magamtól is tudom azt, hogy mire van szükségem, és hogy mit szeretnék elérni, és hogy ehhez mi az, ami szükséges. Ahhoz, hogy mit szeretnél elérni, hozzátartozik az is, hogy beiratkoztál, vagy be fogsz iratkozni a Debreceni Egyetem gazdálkodástudományi és vidékfejlesztési karán. Milyen szakra is? Sportszervezői szakra. Azért választottam ezt a szakot, mert úgy gondolom, hogy ez a legtesthez állóbb az élsport mellett témánál marad, és vállalhatom mellett az edzéseket is. Én szeretnék ebből mindent kihozni, amit lehet. Volt olyan csapattársam, aki 32 éves korában még országos bajnokságon részt vett, úgyhogy szeretném az ő példáját követni. Szeretem ezt az egyetemi légkört, mind pécsi, mind debreceni színekben. Én úgy gondolom, hogy itt egy kicsit komolyabban foglalkoznak a dolgokkal, úgyhogy nagyon, nagyon jól érzem magam itt.